A plakáttörvénnyel próbálja csökkenteni az ellenzéki pártok választási esélyeit a Fidesz. A legnagyobb kormánypárt ugyanakkor háborúba kezdett a Jobbikkal is. Hogy mennyi esély van így a kormányváltásra, Törő Gábortól kérdezzük. Törő Gábor politológus az elmúlt néhány hétben tulajdonképpen szokásától eltérően nem is különösebben nyilatkozott, mégis sikerült meglehetősen sok címlapra rákerülni egy ártatlan Facebook bejegyzéssel, amikor még az andorrai mérkőzés előtt valami olyasféle összehasonlítást tett valaki másnak a posztja alatt, hogy hát a magyar ellenzéknek is van esélye, mert ha úgy veszük, akkor Andorra is nyerhet aznap este, ami Andorrát illeti a többi történelem. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljött, és meg kell, hogy kérdezzem azt is természetesen, hogy mit gondol erről a bizonyos andorrai mérkőzésről, hiszen ahogy ezt a nézők egy jó része feltehetően tudja, ön egyébként tagja az MLS elnökségének. Hát van ez a mondás, van egy olyan mondás, mely szerint a politika azért veszélyesebb, mint a háború, mert a háborúban csak egyszer lehet meghalni, a politikában viszont sokszor. Arra gondoltam, hogy ez a futballra is igaz, ez a mondás, át lehet a futballra is transportálni, mert nyilvánvaló, hogy az, ami Andorrában történt, az nem először történt meg a magyar labdarúgással. Sajnos sokatszor történt meg, és először is ugyanilyen szégyenletes volt, és most is ugyanolyan szégyenletes. És amikor ezt kiírta a Facebookra, hogy annyi esélye van körülbelül a magyar ellenzéknek, mint Andorrának a magyar csapattal szemben, akkor ezzel azt akarta kifejezni, hogy tulajdonképpen Andorrának van esélye, és így aztán a magyar ellenzéknek is, vagy tényleg nem gondolta volna? Hát az eredeti szöveg úgy szólt, hogy elvileg, tehát itt volt egy híres politológus, egy holland származású politológus, aki a szélső jobb oldal kutatója, és ő azt állította az előadásában, hogy a magyar ellenzék elvileg megnyerheti a jövő évi választásokat. És akkor én azt írtam, hogy elvileg Andorra is megnyerheti az aznap esti mérkőzést, ezt sokan magabiztos nagy mellényű mondatnak gondolták, de az az igazság, hogy nem ennek szántam, az előjelek egyáltalán nem voltak biztatóak szerintem. Nagyon régen fordult az elő, hogy ennyire tartalékos és bizonyos értelemben motiválatlan magyar válogatott utazott el egy világbajnoki selejtezőre. És egyébként is szerintem a magyar focinak ez a június, ez valamilyen oknál fogva egy kellemetlen időszak, vége van már a bajnokságoknak, a játékosok inkább pihennének, nagy zakókat és kellemetlen vereségeket, meg döntetleneket szoktunk elérni ebben az időszakban. Én féltem ettől a mérkőzéstől, és ez a mondat bizonyos értelemben erre próbált ironikusan reflektálni, de a közéletben nincs irónia, mert az iróniát általában az emberek nem értik, vagy szándékosan félreértik. Viszont akkor ezek szerint, ha nem ezt akartam mondani, hogy Andorrának sincs esélye, hanem az, hogy nagyon is van, akkor a jövő évi választásokon ön szerint az ellenzéknek is nagyon is van most esélye? Ezt többször elmondtam már, hogy szerintem szemben azokkal, akik azt mondják, hogy eldőlt a választás, szerintem nem lefutott a következő évi választás. Az meglepne, hogyha az ellenzék megnyerné a választást, de az szerintem előfordulhat, hogy a Fidesz nem nyeri meg. Tehát itt arra próbálok utalni, hogy nem szerez abszolút többséget, ami pedig egy olyan helyzetet hozna létre, amelyben igenis, ahogy Andorra, úgy a magyar ellenzék is pályára kerülhetne 2018-ban. Tehát én nem tartom egyáltalán lefutatnak eldőlt. Csak hogy ezzel kapcsolatban korábban többször azt nyilatkozta, hogy erre akkor lehetne elméleti esély, hogyha valamilyen módon a magyar ellenzék addigra egyberendeződik. Nem. Vagy a kormánypártban repedések mutatkoznak. Tehát az egyberendeződésnek az egyik lehetséges, és itt ezen asztal mellett gyakran tárgyalt lehetősége az, hogy a politikai elit megállapodik. De szerintem van ennek másik lehetősége is, amit az időközi választások példája már megmutatott, az, hogyha a választók maguk végzik el ezt a szelekciót, ezt a munkát, akár országosan, valamilyen irányban az ellenzéken belül eldől a küzdelem, akár a Jobbik gyengül meg, és a baloldal erősödik meg, akár a baloldal gyengül meg, és a Jobbik erősödik meg, akár, ha ez nem történik meg, akkor oly módon, hogy az egyes egyéni választókörödben az esélyesebb ellenzéki jelölt mögött felsorakoznak azok a szavazók, akik kormányváltást kívánnak, függetlenül attól, hogy milyen a párt preferenciájuk, elkötelezettségük. Szerintem ez a lehetőség még ma is benne van a levegőben, a politikai erőtérben, és ezért gondolom azt, hogy a Fidesz nem készülhet olyan magabiztossággal, ahogy készült 2010-ben, vagy részben 2014-ben is a választáson.
Mit érez, mekkora lehet ez a magabiztosság, vagy mekkora nem? Mi érződik például ezen az egész plakáttörvény történeten, amiről a mi ma esti adásunkban is sok szó esett, meg természetesen a közvéleményt is most már izgatja, hogy a Fidesz szeretett volna átvinni egy törvényt, amivel megakadályozza, hogy Simicska Lajos támogathassa a Jobbikot. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy a szocialisták ebben akár még partnerek is lehetnének, ha az ő feltételeik is maradéktalanul teljesülnének, majd Botka László keresztül húzta az egészet. Szerintem nagyon jó kérdés, mert pont ez a plakát úgy mutatja azt meg, hogy nagy valószínűséggel a Fidesz is hasonló módon kalkulál, ahogy én, vagy amiről itt az előbb beszéltem. Tehát igenis van jelentősége annak például, hogy Simicska Lajos plakát helyeivel mi történik, igenis van jelentősége annak, hogy az ellenzéken belül milyen mozgások várhatóak a következő 10 hónapban, és ha a Fidesz úgy gondolja, hogy neki most ilyen komoly erőforrásokat meg kell mozdítani azért, hogy ez a törvény átmenjen, akkor ezt nagy valószínűséggel azért teszi, mert azt gondolja, hogy ennek jelentősége lehet a következő évi választások szempontjából. Ha Fidesz azt gondolná, hogy lefutott a mérkőzés, akkor nem hiszem, hogy fontos lenne számára az, hogy a világ különböző részeiről most holnap utánra visszarendelje a képviselőiket egy ilyen szavazásra, ami azért általában nem szokott olyan nagyon kellemes dolog lenni egy kormánypárti többség számára, akik végig dolgozták ezt a fél évet, majd szabadságra mentek, és újra vissza kell térniük egy nagyon is kétséges törvényjavaslat megszavazásáért. Higgye el, hogy ennek van jelentősége, hogy ezt meglépje egy pártvezetés vagy sem. Ha meglépi, azt szerintem azt jelenti, hogy ezt igenis fontosnak tartják. Ha fontosnak tartják, az pedig azt jelenti, hogy azt gondolják, hogy van tétje még ennek is a következő választások vagy azt gondolják, hogy a Jobbik az igazán veszélyes? Azt gondolják, hogy az ellenzékben lehetnek olyan mozgások, akár a Jobbik irányába szerintem, akár az MSZP irányába, amik veszélyesek lehetnek. Nekik a centrális erőteret valamilyen mértékben fenn kell tartaniuk, tehát hogy sem az egyik, sem a másik irányba ne menjen el, ne vándoroljanak el a szavazók. És igen, én azért alapvetően azt látom, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz a Jobbikot tartotta veszélyesebbnek, bár hozzá kell tennem, hogy Botka László megjelenése óta azért ő is keményen bekerült a célkeresztbe. Pedig ugye ezzel, hogy a Jobbik plakátolhat, ezzel nem kifejezetten csak pártüzenetek kerülnek ki a közös térbe, hanem kormánykritikus üzenetek, amelyeknek egy jelentős része egyszerűen csak arról szól, amit az ellenzék más pártjai is állítanak a kormánypártokról. Ez nyilvánvaló. Mi a véleménye Botka László szerepéről? Általában is ugye erre utalt az előbb, hogy azért ez változtat némiképpen a dolgokon meg az esélyeken, meg ebben a konkrét ügyben, amikor már úgy tűnt, hogy Tóth Bertalan és Molnár Gyula akár végig is viszi ezt a megállapodást a Fidesszel, hogy egy kicsit kiegyenlítettebbek legyenek a plakátolási erőviszonyok, és Botka László azt mondta, hogy nem semmiféle alkú nincsen. Hát... azt gondolom, hogy ez az egész ügy, mint csebben a tenger megmutatta azt, hogy milyen irtózatos gondok vannak a szocialista párttal és a szocialista párt nyilvános szereplésével. Szerintem ez nem volt egy eleve vesztes helyzet az MSZP-nek. Hát, ha beleállnak a Fidesszel való együttszavazásba, akkor meggyengíthették volna a Jobbik választási kampányolási lehetőségeit. Ha beleállnak abba, hogy nem szavazzák meg a törvényjavaslatot, akkor hangsúlyozhatták volna ellenzéki identitásukat, és akár ennek az egésznek az élére állhattak volna. Most ez történt végül is? Most, ja, igen, bizonyos előzmények után. Először elmentek erre, majd visszajöttek arra, ami után nevetségessé váltak a politikát figyelő közvélemény előtt, és olyan magyarázkodásokba kényszerültek, mint itt tegnap például egy szocialista politikus, és megint miről kezdtek el beszélni, arról, hogy hogyan készül a kolbász. Arról kezdtek el beszélni, hogy mi az, amit nem tesznek bele, vagy beletesznek, tehát hogy hogyan készül a politikájuk. Nem a politikájukról beszéltek, hanem arról, hogy milyen belső viták vannak, ezeket Botka László hogyan oldotta meg, hogy mostantól tilos lesz az ő előzetes engedélye nélkül másoknak nyilatkozni, erről nem beszél egy politikus. Tehát a közös egy választási kampányban nem arról kezdünk el beszélni, hogy belül milyen feszültségeink vannak, és hogyan hozzuk meg ezeket a döntéseket, meg hogy megyünk ki a nyilvánosság terébe, hanem elmondjuk az álláspontunkat. Ez nem történt meg. Ha az MSZP-nek sikerül egyfajta olyan gördülékenyen működő harci gépezetté átváltoztatni magát, amit ezek szerint szeretnének, akkor van esélyük arra, hogy a többi ellenzéki párttal végső soron valamilyen módon megegyezzenek? Nem tudom, hogy meg kell leegyezniük, illetve pontosan, hogy miről kell megegyezniük. Mert szerintem az eldőlt, hogy közös listás megoldásban már nem kell gondolkodnunk. Bár persze lehetnek még meglepetések, de az eddigi folyamatok alapján nagyon valószínűnek látszik, hogy ami előfordulat az az, vagy ami célként megfogalmazódhat a baloldal számára az az,
hogy az egyes egyéni választókörökben egy jelöltjük legyen. Tehát, hogy kölcsönösen valamilyen formában vagy visszaléptessék a jelöltjeiket, vagy el se indítsák a választókerületekben. Erre szerintem van esélye a szocialista pártnak, hogy ezt a folyamatot dominálja, de mi kellene ehhez? Annak a látszata, hogy a szocialista párt az ellenzék vezető ereje. Ezért van akkora rettenetes jelentősége most annak, hogy hogyan alakulnak közönkutatási eredmények. Ezért is van az, ugye, hogy nagyon eltérnek ezek a kutatási eredmények, attól függően, hogy melyik politikai erőhöz közelebb álló közvéleménykutató cég adatait olvasgatjuk, vagy ha az eredmények nem is, de az interpretációk biztos, hogy eltérnek, mert ma ez fogja a választók felé mutatni azt, hogy ki az ellenzék vezető ereje. Ugye azért is ijedt meg a szocialista párt ettől a Fidesszel kötendő alkutól, vagy ennek a látszatától, mert ez kétségtelenül azt üzente volna a kormányváltást kívánó szavazóknak, hogy ők már csak a Jobbikra számíthatnak. Valóban ezt a szocialista párt túlzott kockázatnak mérte fel, szerintem egyébként helyesen, csak hát már később, miután belement ebbe az alkudozásba, vagy elkezdte ezt az alku folyamatot. Tehát szerintem ez a kérdés nem dőlt el. A Fidesznek az lenne a legjobb, ha el se dőlne. Tehát, hogyha az ellenzéki szavazók nem tudnának dönteni, hogy MSZP vagy Jobbik, sőt, leginkább azt lenne jó, ha azt mondanák, hogy egyik sem, mert ezek mind esélytelenek, impotensek, stb. Stb. De van még 10 hónap. Ebben a 10 hónapban ez a kérdés akár el is dőlhet. Láthatják azt a baloldali szavazók, hogy az ő pártjaik nem alkalmasak és elmozdulhatnak a Jobbik irányába, erről szólt ugye a Jobbik stratégiája, és a jobbikos szavazók is gondolhatják úgy, hogy nincs esélye Vona Gábornak arra, hogy legyőzze Orbán Viktort, viszont van Botka Lászlónak, és átszavazhatnak oda. Ez az alapkérdés, szerintem ezen múlik a választás eredménye. A mai nap egyik vezető híre, hogy Orbán Viktor kivételes államférfinak nevezte Horthy Miklós. Gondolom nem véletlen elszólásról lehetett szó. Hát biztos, hogy nem véletlen, én sem hiszem, nagy valószínűség azért mondta ezt, mert így gondolja, vagy azért mondta ezt, mert azt gondolja, hogyha ezt mondja, az számára hasznos. Hogyan lehet ez hasznos? Mert hogy ugye nagyon sokaknak az érzékenységét megérthető módon bántja. Nézd, azáltal, hogy a Jobbik elkezdett befelé jönni a politikai erőtérben, és a centrális erőtér megbomlott, Fidesz innentől két dolgot tehet. Vagy megpróbálja visszalökni a Jobbikot a tőle jobbra álló világba, vagy pedig megpróbálja elvenni azokat a szavazókat, akik ezen a területen vannak. Én úgy látom, hogy mind a kettőt csinálja egyszerre a Fidesz, de például Orbán Viktornak ez a mai mondata, azt szerintem akár lehet egy üzenet is azoknak a jobbikos szavazóknak, akik hasonlóan gondolkodnak erről a kérdésről, és azt üzeni, hogy tulajdonképpen az, amit a Jobbik eddig képviselt, az bizonyos értelemben a Fideszben is megtalálható, mert a miniszterelnök is így gondolkodik. És nem fogja elbizonytalanítani azokat, akik mondjuk a történész szakmakrémével egyetértésben azt gondolják, hogy Horthy Miklós felelőssége megkerülhetetlen, több ezer ember, több százezer ember életének kioltásáért? Ők milyen politikai erő mögött lehetnek ezek a szavazók vajon? Ez nem számít? Ugye? De, ez hogy ne, csak ez számít. Szerintem a Fidesz szavazóinak jelentős része nem így gondolkodik, hanem azt gondolja, hogy Horthy Miklósnak vannak érdemei, és ez az Orbáni mondat, ez nem üti ki a biztosítékot náluk. Hozzáteszem egyébként, hogy a történész szakmában vannak olyanok, akik számára ez a mondat azért igazságtartalmat is hordoz. Hozzáteszem, bár a történész szakmához nem sorolom magamat már, de én is így gondolom. Hogy kivételes államférfi volt. Hogy vannak komoly politikai érdemei a 20. századi magyar politika történetben, miközben igaznak gondolom azt a mondatot is, amit egyébként ön mondott, hogy van politikai felelőssége. És lehet az egyikről a másik megemlítése nélkül beszélni? Egy politikusnak lehet, igen. A politikus általában szabadon értelmezi a politika történetét, eseményeit, és aztán a választók eldöntik, hogy egy ilyen politikusnak adnak-e hitelt, hitelességet, szavazatot, vagy sem. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét.